Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él. Évszázadok alatt a magyarság akaratán kívül eltávolodott egymástól. Bár bennünk él az összetartás, összefogás reménye. Vágyódás az országon, megyehatáron belüli és határon túli társaink megismerésére, összehívására, kultúránk egyesítésére. Ébredezik a magyar. Felismeri újra gondolatainak, tetteinek lényegét, egy új élhetőbb Magyarország megteremtésének szándékát saját erejéből, munkájából. Őseink összegyűltek a pusztában, hogy törvényt üljenek, együtt legyenek egy kis időt, majd az évszázadok vihara elszakította őket egymástól és a hagyományaiktól. Most felélesszük ezt a gyűlést, a szalát, amely egyenlők között az elsők találkoznak. Ezért 2009. július 12-én összegyűlünk első alkalommal a Győr-Moson-Sopron megye településeinek kulturális és hagyományőrző találkozóján, a szalán, mely megyegyűléssel egybekötve Rigópusztán kerül megrendezésre reggel 8 órától. Győr-Moson-Sopron megye minden települését várjuk, hogy bemutassák hagyományaikat, ételeiket, szokásaikat, népviseleteiket, értékeiket. Felkérjük a települések polgármestereit egy rövid bemutatkozásra. Mondják el egymásnak, ki mire büszke a falujában, városában, hozzanak településeikről földet és vizet, hogy újra szövetség kötődhessen. Jöjjünk össze, ismerjük meg egymást, töltsünk el egy kis időt, együtt békességben, szeretetben, mi magyarok. Legyünk büszkék elődeinkre és folytassuk hagyományainkat. Tegyük tiszteletünket a hozzánk érkező Szent Korona másolata előtt. Mert magyarnak lenni büszke gyönyörűség.